Néhány hete becsengettek, és elkezdődött egy újabb tanév. Minden évben ilyenkor több éves hagyománya a városnak, hogy az általános iskola első osztályos nebulóit megajándékozzák. Tesszük ezt abból a megfontolásból, abból az elvből, hogy a szekszárdi iskolások tartozzanak bár a tankerülethez, vagy régebben a városhoz, mindenképpen a mi városunk gyermekei, és azt szeretnénk elérni, hogy ezek a gyerekek boldogan, jó körülmények között, kiváló oktatást kapva nőjenek fel, és váljanak igazi szekszárdivá. A mai napon itt a Babics-megyei általános iskolában osztottunk igazgatónővel valamennyi elsőosztályos kisgyereknek egy-egy kis ajándékcsomagot, egy kis szekszárd feliratú tornazsákot, kulaccsal és kulcstartóval, amely azt gondolom minden gyermekes családnak a hasznára válik, hiszen ezek az eszközök, ezek napi használatban vannak. Jelenleg 439 tanulója van a Babics Mihály általános iskolának, ebből a két első osztályt 46 gyermek látogatja, tette hozzá Botos Ilona, az intézmény igazgatója. Nagyon örültünk, hogy a polgármester úr ellátogatott hozzánk, és személyesen hozta el a város ajándékát, úgyhogy ezúton is szeretném megköszönni. A gyerekek nagyon nagy örömmel fogadták ezt az ajándékot, még egy kis mondókát meg verset is elmondtak a polgármester úrnak. Egy jól sikerült reggel volt ez a csillogó szemű kisdiákoknak, akik tanulási kedvét fokozni tudta a kék hátizsák és annak tartalma, ami szép emlékül szolgál majd.